Péntek este több százan tüntettek a Tennessee állambeli Memphisben a rendőri erőszak ellen. A demonstrálók egy autópályát is lezártak. A rendőrség pénteken hozott nyilvánosságra egy testkamerás felvételt, amin az látszik, ahogy az afroamerikai Tyre Nichols-t egy kisebb szabályszegés után a járőrök kirángatják az autójából, de a megbilincselés közben elszalad. Ezután a rendőrök elkapják, ütlegelik, rúgdossák, sokkolót és paprikaszprét is bevetnek ellene. A 29 éves férfi 3 nappal később meghalt a kórházban. Joe Biden találkozott az áldozat családtagjaival és megígérte, hogy tisztességesen ki fogják vizsgálni az ügyet, majd arra kérte a helyieket, hogy ne kezdjenek önbíráskodásba. A videó felborzolta a kedélyeket. Memphis mellett New Yorkban és Seattle-ben is szolidaritási tüntetéseket tartottak. A hatóságok attól féltek, hogy a megmozdulások ismét erőszakba fulladnak, ezért 1000 nemzeti gárdistát helyeztek készenlétbe.